Most lefertőtlenítem, egy kis hideget tetszik érezni, és most szórom egy kis csípés. Nógrád megyében még mindig csupán a rendelkezésre álló oltóanyagok felét igénylik egy-egy szezonban, pedig a szakemberek szerint ez az egyik leghatékonyabb módja az influenza elleni védekezésnek. Az influenza általában egy egyszerűbb megfázásnál sokkal súlyosabb betegség. Nagyon gyakran szövődmények léphetnek fel bizonyos kockázati csoportokba tartozó betegeknél. Ezeket a szövődményeket egyrészt vagy az influenza vírusa okozza, vagy már a vírus által meggyengített immunrendszer nem tud ellenállni más baktériumoknak például, és így tüdőgyulladás, hörkurut alakulhat ki, és hát nagyon gyakran ezek akár kórházi kezelést is szükségessé tesznek. Akik ilyen szövődményeknek leginkább ki vannak téve, az idősek, a krónikus betegségben szenvedők, szívérendszeri betegségben, légzőrendszeri betegségben szenvedők, aszmások, cukorbetegek, máj és vesebetegek, illetve a csecsemők. Ezen kívül ajánljuk az oltásokat várandósoknak, vagy várandóságot tervező hölgyeknek is, attól függetlenül, hogy milyen terhességi hétben vannak. És nagyon fontos, hogy olyan emberek is megkapják ezt az oltást, akik ezeket a betegeket valamilyen módon veszélyeztethetik, tehát egészségügyi dolgozók vagy a szociális intézmények dolgozói. Az elmúlt szezonhoz képest változott az oltóanyagban mind az egyik influenza A vírus, mind a B vírusra vonatkozóan az antigén. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen érdemes felvenni az oltást ebben a szezonban is. Minél többször van valaki oltva, főleg egy krónikus beteg vagy egy idős ember influenza ellen, annál jobban felvértezi az immunrendszerét a vírusok ellen, és annál inkább ellen tud majd állni az immunrendszer ennek a fertőzésnek, és kevesebb esélye lesz arra, hogy szövődmények alakulnak ki. A védőoltások igénylésére idén is a házi orvosoknál van lehetőség, a kockázati csoportokba tartozóknak térítésmentesen.